Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Nagyon szeretettel köszöntöm a VNTV Viva Natura televízió nézőit, szervusztok! Máson szeretettársalgás, Virtalan Katival beszélgetünk. Szia, Kati! Szia, szia este. És ma ebből a trilógiából most három adást vettünk fel Katival, mert ritkán jön haza Magyarországra. Az a témánk, hogy mitől ember az ember? Tehát mi az a küszöbb érték, amikor azt mondom, hogy nem egy beszélő állat vagyok, mint egy beszélő majom, aki már eszközöket is tud használni, aki be tudja kapcsolni a tévét, meg tudja inni a sörét, meg a steakjét fölfalja, meg a parfümöt magára tudja ízni, meg be tudja tetetni a szilikont a mellébe. Hol van az a szint, ahol azt mondjuk, hogy én már ember vagyok? Tehát magát az ember fogalmat kell tisztáznunk. Mi jut erről neked? Mit csatornázol erről? Hát, hogy a Jóisten az embert helyezte a legmagasabb ranglétrára, ugye? Azt mondja, hogy... Ezt mondjuk, ezt mi? De a delfinek ezen ső van a háborodva egyébként. Lehet. Az ő szemszögükből nézve a dolgot, lehet, hogy ők úgy érzik, hogy ők vannak a legmagasabb ranglétrán. Igazából azt hiszem, hogy annyiban különbözünk az állatoktól, hogy az isteni szikra, tehát a tudat, az bennünk van. Tehát tudatosan csinálunk dolgokat. Tehát akkor az első axióma, hogy igen. Az az ember, aki evő, ivó, szexelő, vegetáló szinten van, még egy autót is el tud vezetni, meg még el tud menni szavazó fülkébe is, nem feltétlenül tudatosan éli az életét, ugye? Tehát ez egy ilyen kijelentés lehet. Pontosan. Tehát a tudatosan szinten. Élni az életedet, az nem azt jelenti, hogy tudsz élni. Tehát van, aki tud élni, de nem él tudatosan. Tehát, hogy a tudatos élet az azt is fedi magába, hogy tudjuk, mi a jó, és tudjuk, mi a rossz. Na most ez a jó meg a rossz, ezt tudod, hogy úgy szintén hitrendszerek kérdése, hogy mit kódoltak belénk jónak és rossz, meg egy-e az igazság, mi az igazság annak, aki, vagy mi a fehér annak, aki vak és sose látott fehér szint, tehát nem tudnak elmagyarázni. Tehát ezek a mi elfogadott alapállásaink. Inkább azt boncolgatnánk ki, hogy van ez az isteni áldás a fejünkbe, ami folyamatosan zümmög, úgy hívjuk, hogy elme. Igen. Az elme az egy gyönyörűen betanított, a születésünktől kezdve éjjel-nappal tanítgatott, irányítgatott kis őrző-védő kárt, akinek mindenre megvan a maga kis válasza, és ezeknek a gondolatiságának, a gondolati körben fejti ki az életét, és a feltett újabb kérdésekre ad választ. Ha még nincsen az ő fejében erre semmilyen lenyomat, tehát a kognitív memóriája, még például a átlátszó színű UFO emberről nincsen még tudata, akkor nem érzékeli azt az ő világába, tehát innentől fogva ez a kis 3D, ez behatárolja. A gondolatainkkal vagyunk mi azonosak? Tehát attól vagyunk emberek, hogy tudunk gondolkodni? Hát igen, attól is, hogy tudunk gondolkodni. Az állatok tudnak gondolkodni? Persze, persze. Hát az állatok is jó, úgy gondolkodnak, hogy ők is azért felmérik a helyzeteket. Fel tudják mérni a helyzetet. Őnek is van tapasztalatuk, persze, amit DNS szinten hoztak magukkal az őseiktől. Pontosan. És az itt most szerzett, amit anyuktól, testvéreiktől a kis olba, a kis vackoron megtanulta, ő nekik is kialakul egyfajta viselkedési kultúráik, hogy tudják, hogyha ő egy kis nyuszi, ha meghallja a héját, akkor ne menjen ki a nyúlbarlangjába. Tehát mindegyiknek megvan az intelligenciája. Aha. Tudja, hogy mit akar, tudja, hogy
kell védje a kölykeit, tudja, hogy hova kell menjen, hova kell vándoroljon, ahhoz jó ösztönösen is, meg ugye a génekben is benne van, ugye, hogy melyik az az útvonal, amelyiken kell vándoroljon mondjuk egy madár, hogyha vándormadár. Tudja, hogy mit kell csinálni, tudja, hogy az élelmét hogyan szerezze meg magának, tud eszközöket használni, a majom, ugye vannak madarak is, hogy eszközöket használnak, kővel megtörik a diót, vagy a diót addig verik a kőhöz, amíg széttörik. Sőt, láttam egy kis filmet egy varjúval, amelyik a városba a lámpák fölött állt, és várta, hogy a lámpa zöldre váltson, hogy megálljanak a kocsik, akkor ledobta a diót, és mikor elindultak a kocsik, utána megint várta, hogy zöldre váltson a lámpa, ő leszállt szépen, megette a diót, tudta, hogy mennyi ideig állnak a kocsik, megette a kis dió maradékokat, amiket széttapostak a kocsik, vissza felszállt, és elment, keresett másik diót, és megint, és ezt csinálta, tehát ő tudta, hogy a kocsi mikor áll meg, milyen színre, mikor, tehát ehhez intelligencia kell. Én úgy fogalmaznék, hogy mesterséges intelligencia. Igen. Tehát ezt egy emberbe, aki a futószalagnál dolgozik, ott is bele tudom, ezért piros lámpa zöldben, és csak e között kell forrazgatnom ezt megcsinálni, de ettől ő még nem tudatos. Azt mondtuk az elsőnek, hogy legyen tudatos. Tehát onnantól, hogy ő egy beprogramozott lény, akit nap mint nap a médián, a mindenféle csatornákon keresztül újra töltik a kis programját a félelemre, mit csináljál, reggeltől estig dolgozzál, aludjál, ébredjél föl, gyere, ő még nem ember. Tehát ő még egy mesterséges intelligencia, amit folyamatosan újra upgrade-elnek, tehát a szoftverét mindig töltik, hogy mit csinálják, kire szavazzál, mit tegyél, milyen nőt válasszál. Ugye 200 éve még a husi-musi volt, mert meg nézd meg, anorexi, trixi, trexi van, aki szilikonjával, meg amit tudom, nincs már egy igazi darab rajta, és ez mind mentális programozás, tehát az ember az alap genetikai kódjaiba nem szeret csontokkal játszani, hanem úgy vagyunk beállítva, hogy azért kell egy nőnek húsnak és zsírnak lenni egy nőn, hogyha az utódot megszüli, bármilyen szélsőséges körülmények között is fel tudja nevelni. Most ezzel szemben ez a program már teljes egészében ki van írva, fölül van írva ez a program, és az emberek képesek önmagukból valami borzalmas kis szörnyeket kialakítani, mert a programuk alapján ez fut. Ő még nem tudatos, hogy belássa, hogy mit csinál. Tehát ez az ember, aki még piros lámpánál lejti a dolgot, zöldnél fölveszi, na ő még nem ütötte meg az ember. Tehát második dolog az, hogy gyere rá, hogy a beléd ütött kódok, beléd égetett kódok, a tudatalattidba és a minden nap, ami folyamatosan zajlódik, ez a mókus kerék a fejedbe, hogy ez a mi Viktorunk milyen jó gyerek, vagy mit tudom én, stb. Akkor te még nem láttál ki a programodból. Igen. Tehát gyakorlatilag, kettes mondat, nem vagyok azonos azokkal a gondolatokkal, amik folyamatosan futnak a fejembe. Igen. Akkor ki vagyok én? Ki az ember? Igen, azt kérdezted, hogy ki az ember. Tehát mondtam, hogy a tudatosság tesz minket emberré. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy az állat is tud. Tehát tudja, hogy mit kell tegyen ahhoz, hogy megéljen. Tehát van egy intelligenciája. Az ember attól lesz más, mint az állat, hogy tudatos tud lenni. Tehát, hogy tudja, mi a jó, tudja, mi a rossz, és akkor a kettő között ugye választania kell mindig, és akkor ugye azt választja, amit tudja, hogy jó. Hozzunk egy extrém szituációt, jó? Igen. Ugye azt tudjuk, hogy az ember önként kijelöl, ő az egyetlen ilyen állat a majmon kívül, aki egyébként nem csak táplálkozási lánc miatt, hanem a saját szórakozással is megöli a képen nem tetszik neki, és akkor most jön a te dolgot, hogy vagyok egy szituációban, amikor ott van a kőbalta a kezemben, igaz? Ott van a legyőzött ellenség, és akkor innentől te jössz. Igen, tehát, hogy le tudod győzni az indulataidat. Ez már emberi jellemvonás. Az állat nem tudja legyőzni az indulatait. Az állat, hogyha megtámadják, akkor védekezik, ugye? Vagy védi a családját. Üs vagy menekülj, ez az emberben is megvan. Megvan, persze, hogy megvan. De az emberben ott van, sokszor belép az, jön, hogy megöld a másikat, sokszor olyanokat csinál, vagy, és megállsz. És azt mondod, hogy nem, mert
nem jó, ez nem jó, ez nem egy jó cselekedet. Nem ölöm meg, visszafogom magam. Tehát az indulataimat le tudom győzni. Tehát itt van a... Akkor ez micsoda, hogy mondjuk ez harmadiknak? Tudatában vagy önmagadban. Igen. Tehát, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát tudom, hogy ha azt most fejbe velem megérdemleném, mert úgy viselkedett, vagy mitől, mit csinált, ugye? De nem teszem. És ez, hogy ez a visszatorpanás attól, hogy most valakinek elvegyem az életét attól, mert mit tudom, mit csinált, megsértett, megbántott, mit tudom én. Tehát, itt, tehát ez már a jó és rossz. Ebbe közben lép már az isteni szikra, hogy úgy mondjam. Ugye ott van a 10 parancsolat, és akkor abban a kultúrkörben, ahol mi élünk, ott azért a ne ülj, egy olyan hitrendszer, amit nem szeretünk megsérteni. Ugyanakkor a média programozásban folyamatosan azt próbálják, hogy ha nem ölsz meg valakit, akkor téged ölnek meg. Tehát megpróbálják ezt az alapprogramunkat felülírni, és azért kell tudnom magamról, hogy ki vagyok én, hogy a beprogramozott tudatalatti, meg a mindennapi kis mókuskerés programon kívül el tudjam dönteni a cselekvésemet. Igen. Tehát abban a pillanatban viszont, ha már ide eljutottál, akkor már nem biztos, hogy barátja vagy a rendszernek, mert akkor már látod, hogy ők mi szerint próbálják működtetni ezt a... Mert ugye valamilyen módon, bocsánat, mert ugye erről szól az egész műsor, igen. A hatalomnak nem az a célja, hogy te ember szinten éljél, a hatalomnak az a célja, hogy te egy mesterséges intelligenciaként, egy zombiként végrehajtsd azokat az utasításokat, amit tudatodnak és a tudatalattidnak folyamatosan bombáznak és próbálnak befolyásolni. Hogy irányítható legyél. Ne legyél egy egyéniség, hanem legyél te is egy a sok közül, akit lehet irányítani. Bármivel. Tévével, reklámokkal, akármivel. Igen. Ugyanakkor a szeretet is megkülönböztet minket az állatoktól. Az állatok is szeretnek, bennük is megvan, hogy szeretnek valakit, vagy nem szeret, de inkább ösztönös szinten van meg. Ugyanakkor az emberben a szeret, például az ember szeretetből, tehát az embernek van empátiája. Együtt tud érezni a másikkal, át tudja venni a másiknak az érzelmeit. Meg tudja érteni a másikat, hogy min megy át, vagy mit érez, és akkor a segítőkészség, ez is emberré teszi az embert. Na, erre van megint egy mondatom, nem biztos, hogy fog tetszeni, hogy az a kutya, akit egyszer megmentettél és megetettél, persze, hálás tud lenni. Biztos lehetsz abba, hogy az életben soha nem fog a kezedbe harapni. Igen. Az az ember, akit az életben egyszer megmentettél, megetettél, sosem lehetsz biztos abba, hogyha elfordulsz, hátat fordulsz, hogy nem dőfi a hátadba a kés. Tehát azért nézzük meg egy kutyát, aki még akkor megy a gazdi a bunkosbottal, és leüti, még mindig csóválja a farkát, mert ő nem hiszi el, hogy az, akit ő szeret, hogy ez képes az életét elvenni tőle. És az ember ugyanilyen szempontból a szeretet nevében képes egy másik ember, Isten nevében, én vagyok a szereted, de elmegyek, mert te zsidó vagy, muszlim vagy keresztény vagy, képes vagyok elvenni az életedet. Tehát ez megint nem az ember kategóriája, mert ez még csak a programozott mesterséges intelligencia. Ez még a zombinak a szintje. Igen. A szeretet az az energia, ami hajtja az univerzumot, a világot, és vannak ilyen érdekes szeretetek, amikor egy csúcsragadozó mellé elveszti a gyermekét, és betesznek egy kis vegetáriánus kis zebut, vagy bármit, és nem bántja. Tudom, mert igen. Az a szeretet ösztön, ami, igen. De megnézném, hogyha 3 hónap múlva találkoznak az erdőben. Tehát ugyanarról beszélünk. Tehát, hogy az ösztönti szeretet, ami a szeretet az legyen szeretet, tehát nincs annak korlátja, de az ösztöntinti szeretet, ami ma lenyallak, holnap, bocsánat, leszarlak, na arra igazából nem tudsz várakat építeni. Az állat nem tudja az ösztöneit legyőzni, az ember viszont igen. És ha rájön, hogy ő nem a programozott gép, hanem ő maga a megfigyelő. Pontosan, igen. A megfigyelő. Következő stúfa lépcsőnk, a megfigyelő státusza. Igen. Ha megnézed azt a teremtői aspektust. Ugye a teremtő nézi ezt a világot. Te mindig azt mondod, hogy szoktad mondani, hogy játszottél, vagy ő figyeli a mi dolgunkat, fejlődik benne? Hogy én úgy szoktam mondani, hogy a Jóisten a mi szemeinken keresztül látja a világot. Én ezt így érzékelem. Viszont ő megfigyelőként
ott van egy élet-halál harc, ő nem drukkol senkinek. Ő attól megfigyelő, hogy ő csak figyel, és mindegy neki a kimenetele. Pontosan. Amikor megcsinálja a tevét, megcsinálja a tévét, megcsinálja a fát, a sziklát, a virágot, ő csak egy semleges megfigyelő. Pontosan. Hogy utána ezt mi hogy ítéljük meg, és itt innentől jön a legnagyobb csavarás, hogy mindenről van egy ítéletünk, van egy semleges dolog, a megfigyelünk, hozzáteszik az ítéletet, és ebből lesz a mi álláspontunk. Pontosan. Ez határozza meg az életben a kapcsolatunk mindennel. Veled, a másikkal, az aranyszínnel, a zöldszínnel, stb. És amíg ezek a befolyásoló tényezőink, mert ezek olyan hitrendszerek, ugye, amik minden cselekedetünket megspécizik. Tehát én azt mondom, hogy magyarság. Akkor persze, hogy a magyarság, itt vagyok, szívemet magamhoz ragadnám, a szlovák azt mondja, már megint ez a hülye bunkó magyar, ez itt magyarkodik, tudod? Yeah. Mert mindenki saját hitrendszerén keresztül látja azt a fajta szituációt. A Jóisten, ahogy te mondtad, a szereteten keresztül, de semlegesen látja. Pontosan, igen, semlegesen. Igen, igen. Tehát akkor a következő álláspontunk, hogy legyél te megfigyelő álláspontodban. Ne tudjanak az érzelmeid, mert csak akkor tudsz csak rá isen dönteni, nem ösztön szinten, ha már csak megfigyelő állapotban tudsz lenni. Igen, hát ez egy nagyon magas szint, hogy megfigyelő álláspontba tudjál lenni, mert azért azt nem tudjuk megállni, hogy dolgokról ne legyen véleményünk, vagy ne érezzünk valamit bizonyos helyzetekkel kapcsolatban. Az igazi mesterek már tényleg eljutottak erre a szintre, hogy csak megfigyelőként nézik a világot. De és is vannak érzelmeik. De vannak érzelmeik. Felsőbb szintről hozza meg a döntését. Így van. Tehát ők a hegy tetején vannak, és a hegy tetejéről másképpen lehet látni a világot, mint amikor a hegy alján vagy még csak. Hegy alján csak azt látod, ami körülvesz, hogy a fákat, a virágokat, amit tudom én, az embereket, mikor a hegytetőn vagy, akkor mindent belátsz. És ők persze vannak érzelmeik, de ők már látják, hogy a cselekedete, látják a dolgoknak a kimenetelét. Igen, látják a dolgoknak a kimenetelét. Mi felé megy ki az egész? Ők tehát azt látják. Te nem látod lent. Ideig vagy a meleg barnába. Igen. Te nem tudsz olyan döntéseket hozni, mint amikor kiemelkedtél, és fölülről láttad azt az egészet. Pontosan. Tehát, hogy sose tudod azon a szinten megoldani, ahol a dolgok keletkeztek, tehát egy magasabb látosz. De most ezt ugye szajkózzuk ám nap, mint nap, mert ezt minden kiírásban ott van, stb. Igen. De ezt megcselekedni. Az, hogy egy magasabb összefüggésben lásd azt, amit a sors csinált veled itt és most ebben a szituációban. Igen. Tapasztalatra van szükség. Az ember végig kell járni az utat. Tehát, hogy mondjam, azt a hegyet, azt meg kell mászni. Az öreg rókának azt a sziklát, azt meg kell mászni. Az öreg rókának is van tapasztalata. Most ugye, hogy az analógiákban beszélgessünk, tehát a tapasztalat az nem csak a miénk, hanem ez egy ügyes, ravas, a varjú, de az meddig törhette a kis egy köpcentennyi agyát, ami kifigyelte a zöld, a piros lámpát. Hogy ott üljön ott fent, és egy szál dróton, és onnan nézze, hogy mi történik lent, és hogy neki eszébe jusson az, hogy azt a kis diót, amit ő nem tud megtörni, úgy megtörheti, hogy ledobja, és a kocsik eltapossák, és akkor ő csak leszáll, és szépen megeszi a dióbelet. Hogy tud ő ezt kigondolni? Szerintem, tehát ehhez már intelligencia kell. Hát a DNA szinte nem tudta hozni, mert az ősi varjuk még nem láttak piros lámpát, tudod? Biztos. Az én példám erre ugyanaz a sündisznó és a mátyás madár esete. A mátyás madár, nekem is van egy ilyen kis házam, és ő ott lakik, ő nem tudja, hogy én is ott lakom, tehát komoly vitáink vannak. És fogja, és az óriási erős karmával fölemeli a sündisznót, ami egyébként minden állat számára bánthatatlan. Persze. Fölemeli 40 méterre, az, hogy lazán elejti. Na most a sündisznó ezt nagyon nem bírja, a gravitációt, locsanás, stb. És utána szépen kikapargatja a dolgot, hogy ő is hogy kell rájönni, hogy úgy tud leküzdeni valamit, amivel nem bír egyébként, hogy egy magasabb szintre fölvitte. Pontosan. És ott már így van. Tehát ez fantasztikus azért, hogyha belegondolsz, hogy mennyire intelligensek. És nem csoda, hogy az ember is ugye annyi mindent felfedezett, és ugye az idők során, és eljutottunk most a technológiával oda, ahova eljutottunk, de... Nagyon jó, amit mondasz megint. A technológiából eljutottunk oda, ahova eljutottunk, de az emberi tudat építésében ez egy visszafejlődés. Abszolút, igen. Ez egy retargált dolog, mert egyszerűen onnantól, hogy a gépekre hagyatkozunk, a tudatunkat, a megfigyelő állapotunkat egyszerűen átadtuk az irányítást. És a gépek hatalma lehet, hogy
nem úgy fog bekövetkezni, hogy ők lesznek intelligensek, hanem a mi intelligenciánk lép vissza a mesterséges intelligencia szintjére. Tehát gyakorlatilag ez a befolyásolható, folyamatosan módosítható szoftver, na ez az, amivé most kezd válni az ember. Igen. És ehhez az kell, hogy pontosan a kis eszközeit merje eldobálni, és újból ő legyen a megfigyelője a világnak, és ne őt figyelje meg a világ, amit kiépített maga köré. Igen, tehát ugye a tudósok most már egyre inkább hangoztatják azt, hogy a robotok fogják átvenni a lassacskán a helyünket. Ezek a robotok nem fémből vannak, vasból vannak, hanem biorobotok. Igen, igen, és akkor ezek a robotok, tehát az embert, tehát el fog az ember oda jutni, hogy na most ki az ember és ki a robot? Fel fogjuk tenni magunknak ezt a kérdést. Igen, de az emberből csinálnak most robotot. Hát igen, már egy jó ideje. Tehát ez a végkicsengése a dolognak az, hogy vedd már észre, hogy mit csinálnak veled, hogy te ember vagy, vagy egy mesterséges intelligencia biorobot. Igen. Ugye a kaját már abba az irányba vitték el, hogy szinte nincs már természetes anyag a kajába, a robotnak sem adnak rá, a gépnek sem adnak rá. Mást, igaz? Persze. Ne gondolkodjál, nézd a laptopodat, a iPad-et, a telefonodat, a televíziót, innen kapod nap mint nap a szoftvert. Igen. És már a környezetedből semmi más inger, mint ezek a fajta szoftverek, akkor te egyszerűen miért nem akarják, hogy olvassanak a gyerekek? Igen. Miért van az, hogy eltüntették a kézírás? A kézírás, most már teljesen most már Amerikában csak azért, igen, hogy gép legyél. Persze, mindig függjél valamitől, valakitől. És melyik a legolcsóbb biorobot? Hát az ember, apa, anya megcsinálja be, hogy az iskolába kijön a biorobot, így van? Így van. Ha neki kéne ezt csinálni, hát próbálkoznak vele, csak mindig fölbukik, még nem megy a térdizilet, még nem megy a nyakbicentés. Tehát a mesterséges intelligenciát nem a gépekbe, hanem az emberbe akarják létrehozni. Pontosan. Ezért megy a nagy lebutítás. Ez így van. Ezért vágyom ki valahova, egy kis házba elvonulni, és mindent magam csinálni. Tehát egyszerűen nincs más, hogy vissza a természetbe. Igen, érzem, hogy vissza kell menni a természetbe, mert előbb-utóbb a természet rákényszerít minket, hogy visszamenjünk. Most a legnagyobb paradoxon. Az az ember, aki ma biorobot, és nem ember már, visszérkezve a természetbe, 2 nap alatt pusztul el. Az biztos. Tudod, mert nem az tud. A fajta tapasztalat, ami a ravaszrókának megvan, igen, az neki igen. Már nincs meg. Mezitláb, természetbe, -2-be, vagy esőbe állni napokig, télen, havas esőbe. Sajnos innentől fogva neki nincs más útja, úgy gondolja, mint az, hogy biorobotként visszaszalad a városba, és mesterséges intelligenciaként éli az életét. Igen. Nincs ezzel baj, csak ne hívd magad embernek, igaz? Uh-huh, tehát, uh-huh, hogy fogadd el, hogy te már egy programozott, rabszolga vagy, igen, mert igen, urad igen. Van, urad az, aki az agyadat irányítja, igaz? Pontosan. Urad, aki etett téged műanyag kajával, és te megeszed, és ha hajlandó vagy kimenni a természetbe, kilépni a cipődből, a vizes fűbe, a tüskébe belelépni néha-néha, akkor van vissza út az emberhez, de még akkor mindig nagyon nagy pozícióban vagy a rókával szemben, ki vagy szolgáltatva, vagy bármilyen vadállattal szemben, mert ők megtanulták, hogy mi az, hogy földön jött, te meg elfelejtetted. Igen, így van. Kedves nézőim, nem biztos, hogy most egy tapsikolni fogtok az adás megnézéssel kapcsolatosan. Ez egy brainstorming. Elkezdtünk valamit pattogtatni, és eljutottunk oda, hogy nem az ember csinálja meg a robotot, hanem az emberből csináltak biorobotot. Igen. Oppá. Igen. De ki a kreator? És ez egy jó, nagyon jó kis kérdés. Hogy hát igen. Ki a kreator? Hát egy egész társadalom, vagy egyik a másikat valószínű vitte csak ebbe. Falanszterek, tehát az, hogy különféle közösségek, de maga a Matrix, a szoftver, ez mindegyiknek ugyanaz. Tehát a nagy közös tyúkkeltőbe kikelnek a kis tojások, és ugyanazt a tornacipőt, ugyanazt a gondolatot, ugyanazt a programot kapják, és lassan elzárnak már a természettől, ki se lépjél oda. Igen, igaz? Igen. És ott van tulajdonképpen a visszatérésünk útja, itt csak a robot élet útja van, amit lehet, hogy elfogadunk, csak akkor ezt az ember szót, ezt most adjuk oda másnak, aki erre érdemesebb rá. Na, kedves nézők, köszönjük, hogy itt voltál, meg hogy beszélgettünk Katival. Én is köszönöm. Köszönöm a meghívást. Én is köszönöm, élveztem a beszélgetést. Kedves nézőink, VMTV-t vagy Vivonatúra televíziót láthatatok. Korábbi adásainkat a www.vmtv.hu vagy YouTube megosztó portáján találjátok.
Viszontlátásra. Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Széflézer segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Széflézer a családgyógyító fénye. Részletes információ www.széflézer.info.